1920-ban épült, de 1941-ben eltűnt első világháborús emlékművet találtak Nyírmihájdiban a temetőben. A kiásott és újra felállított emlékművet a Nyírmihájdi Magtár Múzeum udvarán állították fel. Egy véletlen szerencse. Régi öreg emberek, akik mindig elmesélték, hogy hogy volt ők náluk, mikor Leventék voltak, és jött az idő, itt gondolkoztunk, és akkor valami gondolkodik, hogy valahol a temetőben lenni kell egy első világháros emlékműnek, valami kicsinek, de nem tudtuk hol. De azt az egyik fiúval megindultunk, megtaláltuk darabokba. Kiástuk, furikkal felhúztuk, és megpróbáltak összerakni. Igaz, hogy kikacagtak, azt mondták, hogy az ember nem normális, és mit örült az én jó Istenem, a 100. évfordulóra, mintha megszületett volna. Megszületett. 100. évfordulója megvolt, egy jó polgármesterünk elszólta magát, hogy véletlenül 101. évfordulóra márványtábla lett. Ezt mind be is tartottuk, és tessék, ott is van. A polgármester elmondta, a hagyományőrzés és a turizmus fellendítése miatt is nagyon fontos, hogy ilyen értékekkel gazdagodjon Nyírmihájdi. Amikor az Értéktárbizottság ezt az emlékművet ugye helyreállítatta, és itt a Magtár Múzeum udvarán felállítatta, akkor mi az önkormányzat részéről támogattuk ezt is, örültünk, hiszen én azt gondolom, hogy itt Nyírmihájdi vonatkozásában minden pozitív dolog, ami a településnek a jó hírnevét öregbíti, az nekünk nagyon fontos. Mi az önkormányzatnál is arra törekszünk, hogy ezt a jó hírnevet próbáljuk erősíteni és öregbíteni országszerte. A Nyírmihájdi Helyi Értéktár Bizottság a 8 verszakos Kossuth Nóta, valamint a Magtár Múzeum és környéke mellett most egy újabb darabbal szeretné gazdagítani a település kincseit. A református templom és a kívülálló fa harangtorony is bekerült a Helyi Értéktár Bizottság tagjai közé. A nyírmihájdiak szerint az országban is egyedülálló az épület. A falu legmélyebb, mocsarasabb pontján helyezkedik el, három vallási korszakban épült.